Köszöntöm Tóth Imrét, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt szimpatizánsát, és megkérem, hogy ismertesse a párt programját 5 perces időkeretben. Hát én nem mondom az igazat. Elvette Georginót, hazahozta, akkor igazé. Őt bevitték a börtönbe, majd Csaurilt katalogat tördölbe. Hazahoztuk, őket is minden. Itt leszek, bevitték. Az anyja megkurvult, Georginok az anyja mondta, Katina Kisa, Szajkó Katalin, Korba, igazé. Hazahoztuk, neveltük igazé. Az nem lesz az, hogy a nagyapja azt mondja, mondom, a fiam a börtönbe nem adjátsz az alá írni. Az anyja megkurvult, elvitte a jót. Hát Ivanyba, az egy csúfaromba. Ah, hello! Kire beszélek? Aranka vagy Aranka? Gyert csak ide! Hello! A pénzem mindössze van a Laci. Mi az? Mi az? Laci, hon van? Lacit keresem. Te vagy Attila? Mindegy, ki vagyok, Lacit keresem. Tartod meg most kis pénze. Gyaradok neked pénz, gyere, ne gyere, leszupol engem, ugye a bűny állom. Menj el, ezem rosszul jársz! Belevőre, mert ott ijetekbe. Micsoda? A faszod a tanyákba beleve! Ne beszélj velem! Mindjárt mondok neked, hogy ősz össze! Csapkod ilyenek a faszát! Te! A gecimet! Az állatkösségből egy bálást mondtok! Te szopjál engemet! Szopjál engemet, amikor gecis vagy! Gecis, a basul a ronka! A rákos legyen a gyomrálajom! Halljál meg! Vészek, autós! Hát most mit mondjak magának? Hát fontos volt ez a válasz, mármint nem mond fontos volt, mert szintén, hát nem olyan fontos. Egyik párt a másik, nem tudom most, hogy nem tudok nyilatkozni annyira magának most jelenleg. De mennyire beszéltek róla az ismerőseivel, amikor mielőtt eljöttek volna szavazni, hogy hogy lenne? Én nem beszéltem az ismerőseimmel, de megbeszéltem, hát úgy, hogy mindenki arra szavaz, amit akar. De én erre a pártra szavaztam, őszintén megmondom, nem mondom most, mert nem nyilvános. Úgyhogy hát, mit mondjak magának? Nem tudom én sem. Nem szabad, mert kampányban. Köszönjük szépen Tóth Imrének, hogy itt volt.